Először osztották ki a hazai SAMU díjakat. Az elismeréseket a honvédelmi miniszter alapította és adta át a Stefánia palotában. A Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium március 15-e alkalmából tartott központi ünnepségén. Az esemény a történelmi zászlók bevonulásával kezdődött. Ezután a honvédelmi miniszter ünnepi beszéde következett, melyben Simicskó István fontosnak nevezte az emlékezést elődeinkre, akiknek példája sok mindenre megtanít minket. Sosem szabad elfelejtenünk, hogy honnan jöttünk, miért jöttünk és merre tartunk. És hogyha ezt tudjuk és látjuk, bármilyen veszély van a világban, amelyben folyamatosan küzdünk és veszélyek leselkednek ránk és gyermekeinkre és a jövőnkre, akkor talán könnyebben úrrá tudunk lenni a nehézségeken. És 1848-49 sok mindenre megtanít minket. Többek között arra is, hogy igen, voltak elődeink, akik felismerték a kor lehetőségeit, felismerték a kor, az adott kor nehézségeit, és volt hozzá bátorságuk, hogy kiálljanak. Volt hozzá bátorságuk, hogy a magyar szabadság ügye mellett letegyék a voksukat. A kitüntetések átadása következett, összesen körülbelül 70-en vehettek át különböző elismeréseket, a legfontosabb azonban az idén először kiosztott hazai SAMU díj volt. Először Lőrincz Kálmán nyugállományú vezérezredes vehette át az elismerést, aki több évtizedes katonai pályafutása során eljutott a legmagasabb rendfokozatig, a rendszerváltáskor pedig ő lett a Magyar Honvédség parancsnoka. Óriási megtiszteltetés, amikor egy öreg katona pályáját elismerik. Annál is inkább, mert a kiszolgált öreg katonák sorsa az a feledés. A szolgálatért nem lehet várni semmit. Ez egy őszinte belső késztetés, amikor pályát választunk. Rajta kívül Furkó Kálmán nyugállományú ezredes vehette át az elismerést. Őt, mint a több mint 40 éves magyar karate egyik alapítóját és a hazai katonai közelharc megteremtőjét ismeri az ország. Valójában nem is így vezettem én be, hogy ez a karate. Még csak japán kifejezéseket sem használtunk, viszont az a módszer, az a pedagógia, az a szisztéma, az a rendszer, amit én megtanultam, alkalmasak arra, hogy feszítsük a korlátainkat, ameddig csak megy, mert úgy lehet az embernek feladatot adni, és úgy lehet tőle várni. Mindketten példaértékű katonai pályafutásuk, a honvédség feladatainak megvalósítása érdekében kifejtett kiemelkedően jelentős szolgálatuk, valamint kimagasló parancsnoki munkájuk és elhivatottságuk elismeréséül kapták a díjat.